Beköltözik valaki a való világba, és egyből azzal párosítja, hogy hú, akkor pucérkodni szeretne. Miért kell erről beszélni? Miért ilyen nagy dolog ez? Való világ 6 utolsó beköltözője, VV Viki. Bizony. A lány kézilabdakapus, eléggé túlmozgásos, eléggé sokat beszél, szereti a kolbászt. Állítása szerint nem biztos, hogy szeretkezni kell azért a kamera előtt, hogy valaki ezt a versenyt megnyerje. Nem is versenynek tartja igazán, hanem játéknak. Azt hallottuk róla, hogy elképzelhető, hogy a bent a villában neki sokkal jobban fognak hiányozni a technikai kütyük, mint mondjuk a kint maradt családja, pasia jelenleg nincs, és abba a fura élethelyzetbe kerültünk, hogy a következő beszélgetésnél a riporter picit ismertebb a riportalanynál. Szevasz, Körmendi Gábor! Szia Gábor, én pedig Viki vagyok. Hatos falat szeretsz védekezni, vagy zónázni szeretsz jobban? Képzeld el, hogy kapus vagyok. Szeretsz ennyire közel állni? Miért? Te nem szereted, hogyha közel állnak? Jól nézel, kifogytál. Igen, honnan ismerjük egymást? Nem ismerjük egymást, csak imádom a riportjaidat. Jaj, megtisztelt. Ezt tök komolyan mondom, fantasztikusak. Körmendi Gábor egy sztár számomra. Jézus Mária, ez tényleg meglepő. Nem elsősorban azért megyek, hogy szeretkezzek. Hanem miért? Mert ez egy jó játék, érdekel. Szeretek játszani, szórakozni, jól érezni magamat. Nézzük meg, hogy mit viszel be magaddal a villába. Azt tudom rólad, hogy kézilabdás vagy, azt tudom rólad, hogy nagy dumás vagy. Nagy dumás. Szemafor kapus. Mindenki tudsz szemaforizni, aki kapus, nem? Egy szenvedélyem rajtad és a kézilabdán kívül, nyilván a cipők. Cipőfetisista vagy? Engem zavarba hozni? Most gyakorlatilag egy adag sült kolbásszal, mert annak semmi valószínűsége nincs, hogy itt lenne. Én elhiszem, hogy végre látsz egy ismerős embert és örülsz neki, mert sokáig nem fogsz. Hagyjál már békén, mert zavarba jövök. Ki vagy békülve az alakoddal? Te az előbb okoltál nekem, hogy fogytam egy picit. Te ki vagy békülve? Hogy tehetsz fel egy ilyen kérdést egy hölgynek? Hát magyarul. Abba hagytam fél éve a sportot, úgyhogy nyilván elkezdtem helyette enni. Akkor lennék elégedett, hogyha meg tudnám tartani önmagamat, és ezzel minél előbb tudnék végezni. Nyilván szeretném én is megnyerni a játékot. Örülnék, hogyha ezt úgy tenném, hogy nem kellene érte, semmi olyat csinálom, ami nem én vagyok.